Soha nem voltak ilyen magasak az ingatlanárak, mint most az előző év azonos időszakához képest, mintegy 15%-os a drágulás. Az áremelkedés a lakáseladásokra is rányomta bélyegét. Az utóbbi időszakban jelentősen visszaesett ezek száma. Óriási mértékben drágultak a lakóingatlanok az EU-ban a friss statisztikák szerint. A második negyedévben az Unió egészében és az Euróvezetben egyaránt 4,2%-kal nőttek a lakóingatlanárak éves összehasonlításban. Az első negyedévhez képest 1,6%-kal, az Euróvezetben pedig 1,7%-kal kúsztak feljebb a lakásárak. A 28 tagú közösségen belül éves összevetésben ráadásul nálunk ugrottak meg legnagyobb mértékben 14%-kal április és június között. Szakértők szerint az árszint általános csökkenésére nagy külső gazdasági megrázkódhatás nélkül még 2-3 évig nem kell számítani. Sőt, az árak lassuló ütemű emelkedése még továbbra is reális, hiszen a piaci igényt a nyáron bevezetett csokbővítések, a babaváró hitel, illetve az újonnan megjelent falusi csok tovább pörgetik, miközben a forgalom a befektetési célú vásárlók visszaszorulásával és a vidéki piac élénkülésével érezhetően átrendeződőben van, írja a napi.hu. Nem csak a használt, hanem az új lakások is pörögnek. Magas áruk ugyanakkor csak részben köszönhető a szűkös kínálatnak. A másik ok, hogy az építési költségek is jelentősen emelkedtek az elmúlt években. Az ingatlan.com felmérése szerint a fővárosban már átlagosan 885 ezer forintot kérnek egy új építésű lakás négyzetméteréért. Debrecenben pedig 610 ezer forint az átlagos négyzetméter ár. Hogy Nyíregyháza mennyire van ettől a szintől, és itt mik a tendenciák, ezekre is keressük a választ a következő beszélgetésben. Köszöntöm a stúdióban Seregini Jánvári Enikőt, a Nyíregyházi Otthon Centrum Egyház utca irodájának ingatlan szakértőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, mi a helyzet Nyíregyházán és környékén az ingatlan árakban? És ugye nagyon sokrétű a dolog, sok oka van annak, hogy ilyen magasan vannak tartósan az ingatlan árak. Igen, valóban így van. Az ingatlan árak történelmi magasságokat értek el az elmúlt hónapokban. Viszont ez a piacot is eléggé átrendezi. Egészen nyár elejéig az elmúlt években azt figyelhettük meg, hogy egy keresleti piac van, tehát a vevők szerettek volna vásárolni különböző a hitelkonstrukcióknak a típusaiból is adódóan vásárolni akartak, de nyár elején életbe léptek különböző állami támogatások, amik most egy kicsit befékezték ezt a dolgot. A kereslet visszaesett jelentősen. Úgy tűnik, hogy átalakulunk egy kínálati piaccá, amikor több ingatlan lesz a piacon, mint amennyit a vásárlók szeretnének megvenni, és jóval többen szeretnének majd eladni ingatlant, mint valóban vásárolni szándékozók. Mi az oka akkor, hogy mégis magasak az árak, hiszen elméletileg, hogyha nagyobb a kínálat, mint a kereslet, akkor tulajdonképpen ennek csökkennie kellene? Valószínűleg az, hogy ezt mi ingatlan szakértőként tudjuk, érzékeljük, de még az eladók ezt nem igazán érezték meg ezt a dolgot. Tehát azért elértünk egy pontot, most itt állunk, de az ingatlan árakban akaratlanul is egy törés fog most bekövetkezni, és ezt mint ingatlan eladó kicsit nehezen veszik meg. Hogy igen, most már esetleg alkudni is lehet, az árakat lejjebb kell vinni annak, aki ténylegesen szeretné eladni, ki lehet tartani az árat, de akinek valami oknál fogva lépnie kell, az most már nem fogja tudni ezt megtenni. Tehát az, hogy teli áras ingatlanokat adunk el, ez nem a jövő vonulata. Mennyire egyszerű most egy ingatlant megvásárolni, és ugye többféle támogatási formáról beszélhetünk, többféle hitelkonstrukcióról, hogyan tudják a legmegfelelőbbet kiválasztani a vásárlók? Hát, hogy legmegfelelőbb, az ugye mindig adott szituációtól függ, hogy hányan költöznek, nagyobbból, kisebbből, nagyobbból mi az éppen aktuális igény. Hitel szempontjából most egy elég kedvező a helyzet, az elmúlt években tényleg nagyon kedvező hitelkamatozású konstrukciókat választhattak az ügyfeleink. Ezek még nem változtak, tehát a bankok még nem kezdték el a kamataikat emelni, várható ez is.
fél év, egy éven belül, de valószínűleg elindulnak a hitelkamatok, lejjebb nem tud menni, tehát már tényleg nagyon alacsony kamatozású hiteleket nyújtanak, valószínűleg egy emelkedés fog bekövetkezni. Ezért nagyon sokan vásároltak hitelből, meg vásárolnak mind a mai napig, és sokan döntenek úgy, hogy a maximális, amit egy adott ingatlan elbír, és a jövedelmük elbírja, a maximális hitelösszeget veszik fel. Ezek fix kamatozású hitelek? Most a leginkább a 10 éves kamatperiódusú hitelek voltak a legkedvezőbbek, a bankok is ezt állították be a legkedvezőbb kamatozásúvá, pontosan azért, mert az elkövetkező 5 évben nagyobb kamatváltozásra lehet számítani, tehát aki egy 5 éves kamatperiódusú hitelt vesz fel, az 5 év múlva valószínűleg jóval magasabb törlesztő részletet kell, hogy fizessen majd. Éppen ezért biztonsági szempontból is a bankok a 10 éves kamatperiódusot ajánlották, és azt áraszták be úgy, hogy a legkedvezőbb legyen az ügyfélnek. A 10 év alatt, még hogyha emelkedik is a kamat, 10 év alatt lehet, hogy visszacsökken annyira, hogy nem lesz megrázkódtatás, igen, és a családok nem kerülnek esetleg financiálisan nehéz helyzetbe. Helyzetbe, igen. Hogyan illeszkedik ebbe a hitelkonstrukciós rendszerbe a csok, a babaváró hitel, a falusi csok és egyéb ilyen családtámogatási formák? Hát ezek formák. A vásárlást megkönnyítendő jöttek létre, ezek a támogatási formák. Kinek mi a megfelelő, a falusi csok, természet a nevéből is adódóan, kisebb településeken vehető igénybe. Azt tudni kell, hogy az ott kiírt 10 millió forintból 5 milliót vásárlásra kell fordítani, és a maradék 5 milliót pedig az ingatlan felújítására, korszerűsítésére. Viszont erre nagyon nagy a kereslet. A környező, itt Nyíregyháza környékén lévő falvakban sok az 5 millió forint környéki ingatlan, viszont az állapotukból kifolyólag nem igazán adják meg a bankok rá ezt az 5 millió forintos hitelt sem. Elég szigorúan nézik az értékbecslők is, a bankok is az ingatlan jelenlegi állapotát, attól függetlenül, hogy az 5 millió forintot korszerűsítésre és felújításra fordíthatnák, de a jelen állapotát nem ítélik meg olyannak, hogy erre bármilyen hitelt is adjanak, és emiatt többen elestek ettől a lehetőségtől. Tehát ők, mint ügyfél megfeleltek a konstrukció feltételeinek, de az ingatlan volt az, ami miatt esetleg ez az ügylet megbukott. Mi a tapasztalatuk, hogy mi az, ami a leginkább beválik általában a vásárlóknak? A csok, a normál csok és az új építésű ingatlanoknál a 10 plusz 10-es csokkal tudnak igazából élni az ügyfelek. A használt ingatlanoknál persze ez nem egy nagy összeg, de mondjuk egy 5 milliós ingatlannál az már az önerő részét képezi, az az 1 millió 430 ezer forintos két gyerekre járó csok összeg, és akkor ott különösebben nem nincs megakadás, ott azok gördülékenyebben haladnak azok az ügyletek. A használt lakás piac vagy az új lakások piaca az, ami jobban mozog? Volt egy nagy újépítésű fellendülés még a tavaly előtti években, de ez most úgy tűnik, hogy megállt. A folyamatban lévő építkezéseknél már a lakásoknak megvannak a gazdáik, ők már tudják, hogy milyen módon fogják ezt megvásárolni, kifizetni, viszont nem nagyon kezdenek újabb építkezésbe a vállalkozók, valószínűleg amiatt is, hogy az 5%-os áfa az 27%-osra fog váltani, majd egy negyed évvel ugye megemelkedik az ingatlanok ára értelemszerűen, és már a mostani árat se nagyon tudják az ügyfelek igazából kifizetni, ezt kigazdálkodni. Most úgy érezzük, hogy az új építésű ingatlanok úgy, persze van egy-kettő, amit új projektbe kezdenek, esetleg ő financiálisan úgy áll, hogy ez neki nem jelent gondot megépíteni, akár önerőből egy több lakásos társasházat, de nem ez a jellemző. A családi házaknál is ugyanez van, hogy elég magas az új építésűek nézetméter ára, és most a várakozás időszakát éljük ott is. Elhangzott az is, hogy kevesebben vásárolnak befektetési céllal ingatlanokat. Ez itt is jellemző?
Igen, abszolút, mivel magasak az ingatlan árak, egy ingatlan befektetőnél az a cél, hogy minél olcsóbban tudjon ingatlanhoz jutni. Most nem kifejezetten ezeket az ügyfeleket szolgáljuk ki, akik befektetési célra szeretnének vásárolni. Nagyon sok befektető az új típusú szuper államkötvénybe fektette a pénzét, és akkor azt az 5 évet, amit az alatt kamatozik, kivárja. 5 év alatt valószínűleg az ingatlan árak is elmozdulnak jócskán, és oda fektetnek be. Seregi Néjenvár Jenikő, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Én is köszönöm.